Az utóbbi időben nagyon sokan keresnek meg idős kispestiek, és sokszor kérdezik, hogy most élelmiszert vegyenek a maradék pénzükből, vagy pedig gyógyszert vegyenek. Ez indított arra, hogy valamiképpen segítsünk ezen idős kispestieknek mindennapi gondjaik megoldásában. A gyógyszerkártya rendszere kerülne bevezetésre megválasztásom esetén Kispesten. Ez a következőt jelenti. Ha valaki elmúlt 70 éves, legalább 3 éve Kispesten él, és nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, akkor az önkormányzat részére évente egy 10.000 forintos gyógyszerkártyát adna. Elképzeléseink szerint ez a gyógyszerkártya leginkább egy étkezési utalványhoz hasonlítható, amiben különböző címletű összegek szerepelnek. Ezeket a címleteket akár egybe is be lehet váltani, mondjuk ebben a gyógyszertárban, ahol most vagyunk, de lehetséges darabonként 500 forintosával beváltani. Az a lényeg, hogy csak és kizárólag kispesti gyógyszertárban lehet felhasználni. Így egyébként azoknak a gyógyszertáraknak tudunk segíteni, akik Kispesten működnek, az idősek amúgy sem tudnak máshova elmenni, tehát a helyben lévő, az itt lévő gyógyszertárakat és az itt lévő kispesti időseket, betegeket tudjuk ebből az intézkedéssel segíteni. Lehet, hogy csak kis lépést teszünk a kispesti idősek megsegítése érdekében, de ha mindenki megteszi ezt a kis lépést, és minden önkormányzat, illetőleg minden magánszemély, akkor ezzel mégis így összességében egy nagyot tudunk lépni, és egy jelentősebb segítséget tudunk nyújtani a kispesti időseknek.